Véget ért a 16. nemzeti konzultáció. A kormány.hu-n közzétett válaszarányok alapján a kitöltők több mint 98%-a azon az állásponton van, hogy fegyverszállítások helyett tűzszünetre és békére van szükség a szomszédunkban, valamint hogy nem szabad engedni, hogy migránsgettók jöjjenek létre hazánkban, és tovább kell szigorítani a gyermekvédelmi szabályozást, illetve szigorúbban kell fellépni a külföldi befolyásszerzés ellen is. A konzultáció eredményeiről Nyitrai Zsolt tartott lakossági fórumot Sárospatakon. Magyarország kormánya közéleti munkáját a párbeszédre alapozza, hiszen a fontos döntések előtt két választás között is mindig megkérdezzük a polgároknak a véleményét. Így konzultáltunk már a nyugdíjak kérdéséről, az alaptörvényről, vagy éppen az illegális migrációról. Most fókuszban a szuverenitás kérdésköre volt, hiszen azt látjuk, hogy Brüsszel visszaél a hatalmával, egyfajta kettős mércével működik a mindennapokban, és megkérdeztük a polgárokat, hogy akarják-e például azt, hogy Ukrajna csatlakozzon az Európai Unióhoz, akarják-e azt, hogy mindenféle kontroll nélkül beengedjük Magyarországra a génmódosított ukrán gabonát, akarják-e azt, hogy Brüsszel nyomására migráns gettókat hozzunk létre az országban, illetve támogatják-e azt, egyetértenek-e azzal, hogy Brüsszel eltörölni a rezsi védelmet, megszüntetni a kamatstoppokat és betiltaná az extra profit adót. Ezen kérdések kapcsán több mint 1,5 millióan mondták el a véleményüket. Szeretném megköszönni a kiért a demokrácia ezen lehetőségével, és ez egy nagyon komoly erőt és nagyon komoly közéleti megtámasztást ad majd Orbán Viktor miniszterelnöknek, amikor Brüsszelben vagy Strasbourgban képviseli a nemzet érdekeit. Azt gondolom, hogy ezzel a konzultációval magyarok megmutatták, hogy nem táncolunk úgy, ahogy Brüsszelben fütyülnek, hanem igenis kiállunk a nemzeti érdekekért, elhozzuk azt Brüsszelből, ami a magyaroknak jár. Természetesen az Európai Unió egyébként egy jó dolog, tagnak kell lenni, de a brüsszeli bürokrácia az elmúlt időszakban mindent elrontott, elrontotta az illegális migráció kérdését, elrontotta a háború kérdését, rossz szankciókat vezetett be, amely elsősorban ugye az európai embereket és országokat érintette. A térség országgyűlési képviselője kiemelte, a nemzeti konzultációk fontosak, hiszen az állampolgárok így beleszólhatnak a fontos kérdésekbe, nem csupán 4 évente, hanem a választások közötti időszakban is. Ez egy hungarikum, Európában egyedülállóan kérdezi meg a kormány a választások között a polgárokat. És a nemzeti konzultáció jó alkalom arra, hogy mindenki el tudja mondani a véleményét. Azokról a sorsfordító kérdésekről, amik befolyásolhatják nem csak úgy általában véve az ország, hanem az országban élő állampolgárok, itt Zemplénben és Abolyban lévő polgároknak a mindennapjait is. A mi hangunk elér Brüsszelbe azáltal, hogy adunk a magyar kormánynak egy mandátumot. Mert az egy dolog, hogy Brüsszelben sokszor a magyar kormányt le akarják váltani. Na de a magyar népet nem lehet leváltani. Éppen ezért tartja fontosnak a magyar kormány, hogy meghallgassa a polgároknak a véleményét, és ennek alapján mondjon véleményt Brüsszelben az egyes aktuális kérdésekről. Az országgyűlési képviselő szerint fontos, hogy a mindennapjainkban jelenlévő kérdésekben, mint a migráció, a genderideológia vagy a rezsicsökkentés, a magyarok hangját és véleményét elvihessék Brüsszelbe.